Ugye több éveként dolgozunk kis településeken, egyesületeket fejlesztünk, hál' Istennek egyre több fiatal vesz részt ebbe az egyesületi munkába. Ad egy olyan bázist, amelyikre úgy gondoljuk, hogy hosszú távon lehet majd építeni. 2, 3 vagy 4 fő egy-egy településről, akiket ebbe a programba bevontunk. Egy foci tornát szeretnénk megszervezni. Azt gondolom, hogy azért fontos, mert így mi fiatalabbak is megtanuljuk, hogy hogyan kell lebonyolítani, megszervezni egy közösségi programot. Jobb kapcsolatot tudnak kiépíteni a közvetlen környezetükkel, mondjuk a szomszédokkal. Lehet, hogy megértőbbek lesznek, jobban kijönnek, lehet, hogy ezáltal az életben nem lesz annyi problémájuk, mint egyébként lenne. Most látjuk, hogy szorosabban együttműködnek. Tehát a programnak egyik célja az is, hogy kijöjjenek a saját településükről. Kapcsolati hálójuk erősödjön. Nagyon jól veszik ezt a fajta munkát, hogy igen, együtt kell működni, meg kell ismerni a másikat. Ilyen vetélkedő maratonfélére gondoltunk. Standos vetélkedő sátrakat alakítanánk ki, ahol a helyi és a környező településeken élő fiatalok megismerkedhetnének. Ugye a szervezőkészségük biztosan, és szerintem a kreativitásuk is nagy mértékben fejlődik. Nálunk Szomolyán inkább azok a fiatalok szeretnek programokban részt venni, akik nem igazán hátrányos helyzetűek, tehát szeretném ezt szólítani a hátrányos helyzetűeket is. Ugye a célunk az, hogy minden fiatal egy közösségbe tartozzon. Már most lehet látni helyi civil fórumokon, amikor kint vagyunk, hogy a fiatalok, akik már bent vannak ezek a civil megbeszéléseken, nagyon nézik már a helyi társadalomnak a működését. Tehát nyílik a szemük, látják a helyi problémákat, és azt is látják, hogy igen, vannak megoldások, amik úgy gondoljuk, hogy előre viszik a helyi társadalmat.